Sziasztok, könyvmolyok! Ez itt a Borító Alatt csatorna. Én Rita vagyok, és hoztam nektek egy újabb ajánlót. A mai könyvünk nem más, mint Jen Kalonitától a Ne érezd, ne kérdezz. Ez a Disney sorsfordító könyveknek egy újabb darabja. A jégvarázs átirata egy Mi lett volna, ha Elsa és Anna történetéről. Érdekes már a felütés is, hiszen arról van szó a könyvben, hogy Elsa és Anna nem ismerik egymást. Így úgy kell megtalálniuk a testvéri kapcsolatukat, hogy nem is tudnak a másikról. Sokkal izgalmasabb így ez az út, sokkal több lehetőséget rejt magában, mint amit a mese adott nekünk, és az írónő ezt tökéletesen meg is valósította, szerintem. Az írónőről azt lehet tudni, hogy New Yorkban él, és több mint 30 könyve jelent meg, főleg ebben a young adultos témában. 15 nyelvre fordították már a műveit, szóval alapvetően ő egy elismert szerző, szeretik a könyveit, mi viszont nem igazán ismerjük őt, csak a Disney sorsfordítók által. Amit találtam a honlapján, ami szerintem zseniális, iszonyat vicces, hogy van egy csivolva kutyája, akit Ben Kenobinak hívnak. Szerintem ez mindent elárul az írónőről, ezek szerint nagy rajongója a sci-fi fantasy műveknek, mondjuk ez a stílusából is lejön. Szerintem ez iszonyat kreatív, hogy Ben Kenobinak hívod a kutyádat. És nagyjából ez a lényeg, amit az írónőről tudni lehet. Remélem, hogy a sorsfordítók elindítanak egy olyan irányt, hogy ezeknek az írónőknek a többi művét is lefordítsák magyarra, és megismerhessük a további könyveiket is. Mert ha egy Disney történetet, ami van másfél-két óra, meg tudsz alkotni egy ilyen izgalmas, fordulatos formában, és át tudsz írni egy berögződést tulajdonképpen, hiszen a Disney meséket mindenki ismeri, a Disney az egy örök klasszikus, és ebbe belenyúlni hatalmas bátorság, én azt gondolom. És teszik mindezt úgy ezek a nők, hogy nem csak azért tetszik a könyv, mert hű, de értékelem, hogy belemertek ebbe nyúlni, és mertek változtatni, hanem mert ténylegesen izgalmas az, amit elénk tárnak. És végig izgulja az ember a történeteket. Szurkoltam Elsáért, szurkoltam Annáért, teljesen jól működött a dolog nálam. Azt tudni kell, hogy nekem a jégvarázs az nem a szívem csücske, megnéztem a kettőt is, de Isten igazából olyan nagyon nagyot nem mozdított bennem. Nekem nincs testvérem, tehát így eleve nem tudok olyan szorosan kapcsolódni a történethez. Bár hercegnő se voltam soha, szóval igazából ez csak egy ilyen fiktív dolog, de én nem tudtam olyan erős kötődést érezni a mesével kapcsolatban, hogy minden áron el akarjam olvasni, tehát nem volt meg az az érzés, mint mondjuk az Aladdinnál megvolt. Ehhez képest azt éreztem ennél a könyvnél is, hogy ez a legjobb eddig, ezek közül a Disney sorsfordítók közül. Úgyhogy valamit nagyon tud az írónő, tökéletesen jól adta el magát, legalábbis az én irányomban ez nagyon jól működik, végig fenntartotta az érdeklődésemet. A történet nagyjából stimmel azzal, amit a jégvarázs meséből ismerünk. Minden szereplő ugyanaz, csak szokás szerint van benne egy kis csavar. A csavar az most az, hogy ez a varázsképessége miatt Annát teljesen elkülönítik tőle, örökbe adják igazából Annát, és egyáltalán nem ismerik egymást a lányok. És szerintem egy borzasztó érdekes problémát feszeget ezzel az írónő, mert az egész könyvben azt érezzük, hogy ez tényleg a testvéri szeretetről szól. Ugye a mesében próbálnak újra utat találni egymáshoz, leginkább Anna próbál Elsához, de ebben a könyvben van idő arra, hogy nagyon jól kifejtse az írónő azt, hogy amikor nem ismered a másikat, mégis érzed azt, hogy valami vagy valaki hiányzik az életedből. Annyira szépen írja le, hogy Elsának is milyen problémái vannak, és nem csak a varázslós rész, hogy mennyire tudja ezt kezelni, hanem a lelki oldalt nagyon jól megmutatja nekünk, és ugyanez ott van Annánál is, csak az ő természete az nem változott a könyvben. Ugyanaz a szókimondó, cserfes, vidám lány, de mégis ott van benne a nagy kérdőjel, hogy valami nem stimmel, és hogy mi nem stimmel, és próbálja megtalálni a saját útját. Nyilván Elsa is próbál utat találni magához, illetve a képességének a megismeréséhez és az uralkodáshoz, ami ebben a könyvben egy picit másképp működik, hiszen nincsen Elsának semmilyen segítsége.
Emiatt ez a karaktere szerintem sokkal szerethetőbbé válik, sokkal jobban megértjük azt, ami benne dúlott a lelke mélyén, és egész egyszerűen tényleg sokkal jobban szerettem őt a könyvben, mint a mesében. Anna ugyanazt a cuki lányt hozza, aki a mesében is volt, Kristoff nagyjából ugyanezt a szerepet tölti be, mint a mesében, Anna segítőjeként jelenik meg, csak itt már az első perctől kezdve egyértelmű, hogy ők kedvelik egymást, hogy valami lesz köztük. Hans Herzeg is megjelenik természetesen, őt sem hagyták ki a buliból, és szerintem jól tették, mert nagyon jó a karakter felépítése, és ami a legdurvább, hogy itt is majdnem elhittem, hogy ő jó fej. Azt gondoltam, hogy kap egy jobb szerepet, de ennyire nem akartak, vagy nem lehetett változtatni az alaptörténeten, és ugyanúgy kiderül, hogy Hans egy csaló, de egy kicsit több szerepet kapott, és nyilván nem Annát környékezi, hanem Elzát. És ez is nagyon jó volt, hogy ezt szembeállította egymással, hogy Elza mennyire nem értette a mesében, amiről Anna beszél, és ehhez képest megmutatta nekünk az írónő, hogy milyen lenne, hogyha Elzával történt volna mindez. Nekem ez a szál is nagyon bejött, illetve az, ahogy egymást megtalálták, az is egy nagyon szép része ennek a történetnek. Úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes elolvasni ezt a könyvet, akinek van testvére, annak kifejezetten ajánlom, akinek nincs, annak is, mert nagyon sokat lehet ebből tanulni, hogy milyen lenne, hogyha lenne egy testvérünk. Aki szerette a jégvarást, annak is kifejezetten tudom ajánlani, mert ez egy plusz szint visz a meséhez. Ugyanúgy egyébként, ahogy ez minden Disney sorsfordítónál elmondható, sokkal jobban tudjuk értékelni szerintem a mesét, hogyha elolvassuk utána ezt a könyvet. Bár ez a könyv talán megállná a helyét, úgy is, hogy előbb olvassuk ezt, minthogy láttuk volna a mesét. Nem volt benne annyi utalás a mesére, mint az eddigiekben. Itt ez tényleg egy önálló regény tud lenni. Úgyhogy remélem felkeltettem az érdeklődéseteket, én nagyon élveztem az olvasást, ez még nekem is meglepetést okozott, hogy mennyire jó volt olvasni, nagyon gyorsan lehet vele haladni, iszonyatosan jó a nyelvezete, és folyamatosan pörögnek az események, nem éreztem egy pillanatra sem, hogy lankadna az érdeklődésem. Nem sokára hozom hozzá a kibeszélőt, amiben még részletesebben kifejtem a véleményemet, illetve az élményeimet. Tartsatok velem majd akkor is, illetve Facebookon és Instagramon is meg tudjátok találni a borító alattot. Oda a képi és szöveges formában rakom ki az olvasás élményeimet. Kövessetek ott is, és kitettem ide nektek a YouTube-ra két videót, amit meg tudtok nézni, hallgatni. Hogyha a csengőgombra kattintotok, akkor pedig nem maradtok le az újabb tartalmakról sem. Én pedig olvasok tovább, tegyetek így ti is, legyetek jók, sziasztok!